Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő ez a heti hetek a szokásos interaktív lapajálunk, és júliusi utolsó számunknak a címlapján Biden visszalépett, amit már sokan és jó régóta pedzegették, tehát bekövetkezett, a törékeny mentális állapotú Joe Biden visszalépett az elnök jelöltségtől, és helyette hamar be is jelentkezett alelnöke Kamala Harris, és ez sorakoznak szépen a demokrata szuperszponzorok és vezetők is, Közel egyhetes késéssel, utolsóként Barack Obama is támogatására biztosította Harris-t. Sok mindent el lehet mondani a jelenleg is folyó amerikai választási versenyről, de azt semmiképpen sem, hogy történelmi eseményekben és meglepő fordulatokban szűkölködne. Ahogyan arra sokan számítottak, a visszalépéstől az utolsó pillanatig vonakodó Biden, akinek köztudomásúan tarthatatlan mentális állapot, miatt a demokrata politikusok és a főáramú média részéről is hihetetlen nyomással kellett szembenéznie, végül beadta a derekát és elfogadta az elkerülhetetlent, megírta azt a bizonyos levelet, amely végül pontot tett az íre az elnök népszerűsége, Ekkorra már jóval alul múlt a Donald Trumpét, aki aztán játszik könnyedséggel ki és használta kampány során az elnöknek a verbális és fizikai bukdácsolását. Biden állapota kapcsán sokan, főként a republikánus oldalon pedzegették azt, hogy már jó ideje valójában nem is ő irányítja az Egyesült Államokat, hanem olyan árnyék emberek, mint például Barack Obama volt elnök. A napokban egyébként Biden lemondásával egy érdekes, 2020. december 3-án készült CNN-es interjú részlet és napvilágot látott, amelyben arról kérdezték biden hogy hogyan jön ki Kamala harris -szel. Biden akkor világossá tette, hogy nem barátok egymással az alelnökével, amikor pedig nem értenek egyet, akkor, mint mondta, úgy oldják meg, ahogyan ő és Barack Obama is tette, úgymond maguk között privát módon. De hozzátette Biden, hogy ahogyan az Baracknak is elmondtam, amennyiben alapvető erkölcsi egyet nem értésre jutunk, akkor valamilyen betegséget elkapok, és bejelentem, hogy le kell mondanom, közölte akkor, tehát négy évvel ezelőtt a frissen megválasztott elnök, aki aztán a napokban valóban betegen jelentette be visszalépését az elnök jelöltségtől. Bár Joe Biden alelnökét Kamala harris ajánlotta a demokrata párt számára jelöltnek, azért ezt még nem lehet garanciának venni arra, hogy valóban ő is lesz majd Donald Trump republikánus elnökjelölt kihívója. Erről ugyanis az augusztus végi a demokrata párti országos gyűlés dönt majd és hát ebben a rendkívüli kampányban csak egy dolog biztos, mégpedig az, hogy semmi sem biztos. Cikkünk egyébként Kamala Harris spirituális hátterével is foglalkozik, megtudhatjuk ebből többek között azt, hogy Harris jamaikai keresztény, baptista apa és indiai hindu vallású anya gyermekeként látta meg a napvilágot. Az anya tradicionális szanszkrit nevet választott gyermekének, a Kamala név jelentése ugyanis lótusz, de egyben egy hindu istenség nevét is jelöli felnövekedve aztán Kamala egy két vallás tanításai szellemisége kapcsolódott össze benne a kereszténység és a hindu rítusokat egyaránt gyakorolta eljárt a pünkösdi baptista majd a hindu templomba is ennek következtében aztán kialakult egy rendkívül liberális felfogása a kereszténységről és a vallásokról. Ennek következtében összeegyeztethetőnek tartja hitével azt, hogy az LMBTQ és abortusz jogok élharcosa legyen, olyannyira, hogy élete fénypontjának nevezte azt, hogy azonos neműek házasság kötéseiben is közreműködhetett. Több queer csoport, egyébként Mader Kamalaként, Kamala anyóként élteti őt, a kongresszus 12 nyíltan meleg képviselőjéből pedig 10 már biztosította is őt a támogatásáról. A vallási egyveleg egyébként abban is megmutatkozik a családban, hogy a vallását gyakorló zsidó férje a vallási összeborulás jegyében muszlim iftár ünnepet is szervezett egy vallásközi központban. Harris amúgy kihagyta Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő beszédét a kongresszus együttesülésén, amelyen amúgy neki kellett volna az elnöki székben ülnie, mint a szenátus elnökének. Ehelyett egy szabadkönyves jellegű egyetemi szervezet a Zeta Phi Beta rendezvényére ment el Kamala Harris. Közben azonban aztán beindult a választási kampány második évadja is. Még el sem mondta Joe Biden a beígért leköszönő televíziós beszédet, már is éles üzenetekben szállt egymásba a demokraták, mint tudjuk egyelőre feltételes elnökjelöltje Kamala Harris és a republikánus jelölt Donald Trump. Trump és kampánycsapata nyilvánosan azt kommunikálja, hogy hát minden rendben Kamala harris még könnyebb lesz legyőzni, mint az öreg szenilitás jeleit mutató Joe biden -t. Ezt a véleményt azokra a korábbi felmérésekre alapozzák, amelyek azt mutatták, hogy az alelnök még az elnöknél is népszerűt menebb. A trump elleni merényletkísérlet pedig szimpátia szavazókat hozhatott a volt elnöknek, legalábbis a várakozások szerint. Most azonban váratlan fordulat történt. A merénylet és a lemondás után készített első közvéleménykutatás Harris két pontos előnyét mutatta trump szemben 47-45 arányban. Amikor az ifjabb Robert Kennedy bevonásával három szereplősre bővítették a versenyt, Harris előnye még nagyobb lett 42, Trump 38 ával szemben, miközben a függetlenként induló Kennedy 8 i támogatóra számíthat. A republikánus kommentátorok szerint azonban ez a változás csak átmeneti, az ugrás mindössze annak a megkönnyebbülésnek szól, hogy a demokrata választóknak nem kell most már naponta aggódniuk, jelöltjük bakiai és egészségi állapota miatt. A belső körökben azonban úgy hírlik, hogy komoly agodalmat okoznak a legfrissebb tendenciák, amelynek az egyik oka azért az, hogy az új felállásban a 78 éves Donald Trumpnak a kora lett a téma, a nála közel két évtizeddel fiatalabb Kamala harris szel szemben, aki a támogatói szemében az első női, ráadásul színesbőrű elnöke lehet az Egyesült Államoknak. További részletek Trump kampány opcióiról a heti labban megjelent cikkükben olvasható majd alapban olvashatnak továbbá portét az új iráni elnökről, miután július 5-én egy kevés ismert, úgymond reformista parlamenti képviselőt választottak meg az iszlám köztársaság államfőjének. Bár egyeseket meglepett az eredmény, a döntést valójában most is Ali Hamenei legfelső vezető hozta, aki az előző helikopter balesetben elhújt elnöknél kevésbé radikális szemét igyekezett beiktatni államfőnek. Egy további izgalmas portrécik is megtalálható a hetek legfrissebb számában Peter Thiel milliárdos befektető vállalkozóról. Politikai adományai mellett az új republikános vezetők ideológiai atya is ő lett köztük, Donald Trump által alelnök jelöltnek választott J.D. Vance szenátor számára. Vesz ugyanis 2020. áprilisában a Dillem című katolikus folyóiratban visszatekintett arra az útra, amit a katolikus egyházba való belépéséig bejárt. Mint elmondta Peter Tiellel, a Stanford Egyetemen találkozott, ahol az akkor már ismert kockázati tőke befektető előadást tartott, és ennek az előadásnak a témája megragadta őt a társadalom technológiai stagnálásáról, szólt, és erről beszélt, többek között azt mondva, vagy megfogalmazta azt az érzést, amely addig formátlanul volt bennem, mondta Vance, hogy a teljesítmény megszállottja vagyok önmagamért, és nem pedig valami értelmes dolog céljaként, hanem azért, hogy megnyerjek egy társadalmi versenyt. A jövőben néztem ekkor is rájöttem, hogy egy kétségbe esett versenyt futottam, ahol az első díj egy olyan állás volt, amelyet utálni fogok, írta a Korvenz. Emellett az is nagy hatást tett rá, hogy Tiel élő cáfolatát adta annak a sztereotípiának, hogy a keresztények buták, az ateisták pedig okosak. További elgondolkodtató tények a nyíltan melegházasságban élő különös keresztény konzervatív milliárdosról a hetek friss lapszámában. Szajlanak a különös fordulatok az Európai Parlamentben is, amint arról Kulifai Máté főszerkesztő helyettesírt, aki fölvetette a kérdést, miért ér egy patrióta szavazata fele annyit, mint egy zöld pártié. Mint ismert, a héten döntöttek Brüsszelben az Európai Parlament szakbizottsági helyeiről, az elnök és az alelnök személyéről. Ezeket a posztokat általában az arányosság elve alapján osztják el a különböző politikai pártcsaládok között. Most azonban Marine Le Pen, Gert Wilders és Orbán Viktor által vezetett pártokat is tömörítő, patrióták Európáért frakciót egy bizarr összefogás segítségével mindenhonnan kiszorították. Hiába ők a harmadik legerősebb legitimitással rendelkező csoport az uniós testületben, egyetlen posztot sem engedtek nekik a jogállamiságért aggódó és a demokráciát féltő európai politikusok ezzel semmi vették több mint 18 millió európai választópolgár szavazatát. Ha ön esetleg Magyarországon a fidesz szavazott, akkor az önét is. A brüsszeli döntéshozókat nem érdekli, hogy ezek a választók mit szeretnének, mert ezekbe a döntésekben nekik semmilyen beleszólásuk nem lehet. Miközben egy német zöldpárti vagy egy francia liberális szavazóvoksa háromszor annyit ér, mert bár pártjaik az uniós választáson leszerepeltek, a megüresedett helyek részben végül hozzájuk vándoroltak. Hát így állunk az Európai Unióban a demokrácia terén. Végül lapokban olvashatnak még a szórakoztatóipar és a keresztény kultúra összefonódásáról, valamint korunk pestiséről a magányról, ami nyáron különösen érzékelhető, hiszen kevesen szeretnek egyedül utazni vakációra. További cikkeket a Párizsi Olimpiát követő botrányokról, a nevelőszülőség szépségeiről és kihívásairól is olvashatnak. További szép hétvégét és jó olvasást kívánok! Tehát mindenkinek találkozunk a legközelebb, és addig is minden jót a viszontlátásra!